33 napos imádságos előkészület életünk felajánlására Szűz Mária által Jézusnak. Tizennyolcadik nap. A szenvedések felajánlása. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Venni, Sancte Spiritus, venni, Sancte Spiritus, venni, Sancte Spiritus. Spiritus. Most csendesedj le. Tudatosíts magadban, hogy Isten jelenlétében vagy. Nyisd meg a szívedet a kegyelem befogadására. Kérd a Szent Lelked, hogy segítsen ebben. Imádkozzál lassan, nyugodtan, átélve az imádság minden mondatát. Jöjj el, Szent Lélek! Világosíts meg gondolataimat. Érints meg a szívemet. Mutasd meg az utat Jézushoz. Segíts teljesíteni az Atya akaratát. Jöjj el, Szent Lélek! Mária, te tökéletesen befogadtad Isten igéit. Vezess engem! Jöjj el, Szent Lélek! Ámen! Venni, Sancte Spiritus, venni, Sancte Spiritus, venni, Sancte Spiritus. Most imádkozzuk el a hitvallást és egy tized rózsafüzért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzömenyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűzamennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Evangélium Szent Máté könyvéből. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Szűz Mária üzenete Medjugorjéban, 1991. novemberében. Amikor problémáitok vannak, amikor szenvedtek vagy betegek vagytok, ne azt mondjátok, hogy ó, miért pont velem történt ez meg? Miért nem valaki mással? Nem, drága gyermekek, inkább ezt mondjátok. Uram, köszönöm ajándékodat. Ha ugyanis felajánljátok a szenvedést, az nagy kegyelmek forrásává válik számotokra és mások számára.
Amikor betegek vagytok, sokan közületek csak ezt ismételgetik magukban. Gyógyíts meg, gyógyíts meg! De drága gyermekek, ez így nem jó, mert a szívetek nem nyílik meg Isten előtt. Bezárjátok a szíveteket, és csak a betegségetekkel foglalkoztok, és így sem Isten akaratára, sem azokra a kegyelmekre nem vagytok nyitottak, amelyeket adni akar nektek. Inkább így imádkozzatok. Uram, történjék velem a te akaratod szerint. Isten egyedül így tud majd nektek kegyelmeket adni, a valóságos szükségleteitek szerint, amelyeket jobban ismer, mint ti. Ez lehet a gyógyulás, a megújult erő, a világosság vagy az öröm kegyelme. Elég, ha megnyitjátok a szíveteket Isten előtt. Köszönöm, hogy követtétek hívásom. Elmélkedés. Maga Mária a legfőbb példa rá, hogy életünkben elkerülhetetlen a szenvedés. Ő, aki tökéletes volt és semmiképpen nem szolgált rá a büntetésre, részt kap fia megváltó szenvedéséből. A szenvedést tehát mindannyian megtapasztaljuk, ez a bukott világban való életünk következménye, és sokszor saját bűneink következménye is. Ugyanakkor a szentek tanítása szerint a szenvedés mérhetetlen kincs is. Az a fájdalom, amire szabadon kimondjuk az igent, olyan energiává alakul át, ami hatalmas erővel repíti lelkünket a menny felé. Jézusnak és Máriának ajánlott fájdalmaink biztosan nem lesznek hiába valók. Az elfogadott és felajánlott szenvedés a magunk és mások üdvösségének eszközévé válik. Siénai Szent Katalin. A katolikus egyház katekizmusából. Ó Mária, Mária, Szent Háromság temploma! Ó Mária, tűz hordozója és az irgalom szétosztója! Mária, kiben az isteni gyümölcs sarjad! Mária, valamiképpen az emberi nem megváltó asszonya! Talán tested szenvedése az igében nem mentette meg a világot? Krisztus kínszenvedése által, te pedig tested és lelked fájdalmával lettél megváltóvá. A kereszt Krisztus egyetlen áldozata, aki egyedüli közvetítő Isten és az ember között. De mivel megtestesült isteni személyében, valamiképpen minden emberrel egyesült, mindenkinek módot adott arra, Isten tudja miképpen, hogy húsvéti titkában részesedjék. Felhívja minden tanítványát, vegye vállára keresztjét és kövessen, mert Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait. Valójában azokat is be akarja vonni megváltó áldozatába, akik annak első jutalmazottai. Ez különösen is beteljesedett anyja esetében, aki bárki másnál közvetlenebbül kapcsolódott bele megváltó szenvedése misztériumába. A kereszten kívül nincs más lépcső, amelyen át az égbe mehetnénk. Jóságos és irgalmas atyám, előtted állok. Tudom, hogy látsz és hallasz engem. Ma el szeretném mondani neked, hiszem, hogy meg tudsz tisztítani. Szentlélek, mutasd meg nekem az igazságot, adj világosságot az elmémnek és a szívemnek. Örangyalom, segíts felismernem a hiányosságaimat. Ámen. Most idézz fel emlékezetedben, milyen szándékkal kezdted a napot. Mi történt a nap folyamán? Milyen érzések uralták a szíved?
Mi az, ami dicséretet érdemel Mária és Jézus előtt? Adj hálát ezért. Köszönöm, Istenem, a rád való gondolást, a kitartást a jóban, az erőért a kísértésben, a lelkesedésért. Most pedig gondolj arra, mi okozott szomorúságot Máriának és Jézusnak. Kérj bocsánatot a bűnökért és mulasztásaidért. Irgalmas Istenem, bocsáss meg bűneimet. Kérlek, jó atyám, segíts ellenállni a kísértésnek. Segíts harcolnom a vétkeimmel. Jézusra és Máriára akarok hasonlítani, úgy cselekedni, mint ők. Különösen azokat az erényeket kérd, amikre szükséged van. Szelítség, kedvesség, alázatosság, megbocsátás, szeretet. Uram, szeretném megismerni szent akaratodat. Adj erőt, hogy teljesítsem azt. Kérem a holnapi napra a Szentlélek kegyelmét, a hit, remény és szeretet kegyelmét. Jézusom, bízom benned. Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Mária, Mária. Imádkozzunk! Szentséges Szűz Mária, ma előtted megújítom és megerősítem a keresztségi ígéreteimet. Örökre ellene mondok a sátánnak, minden cselekedetének, és felajánlom magamat Jézus Krisztus szentséges szívének. Akarom vinni a keresztemet és követni Krisztust, életem minden napján, a mennyi atya akarata szerint. A mennyi erők és az egész egyház jelenlétében ma felajánlom önmagamat neked, Mária, a te szeplőtelen szívednek. Legyél az én édesanyám és királynőm. Teljes engedelmességben és szeretetben átadom és felajánlom neked testemet és lelkemet, mindenemet, amin van, láthatót és láthatatlant, az én múltbeli, jelen és eljövendő jó cselekedeteim gyümölcseit. Átadom neked teljes szabadságomat, hogy rendelkezz velem és mindennel, ami az enyém, a te akaratod szerint. Isten nagyobb dicsőségére. Amen. Mária békés, kiengesztelődés királynője, könyörög értünk és az egész világért.
Mária, béke és kiengesztelődés királynője. Könyörög értünk és az egész világért. Mária, béke és kiengesztelődés királynője. Könyörög értünk és az egész világért.